Egyelőre vizsgálják a szakértők, hogy mi okozhatta a tegnapi repülőbalesetet Indiában. A gép két fekete dobozát megtalálták a roncsok között, az adatok elemzése még tart. Az Air India Express járata szakadó esőben próbált meg leszállni, a gép azonban megcsúszott, lesodródott a kifutópályáról és ketté tört. 18-an vesztették életüket, 120 embert vittek kórházba, 22-en pedig válságos állapotban vannak. Sajtóhírek szerint szakértők már évek óta figyelmeztettek arra, hogy a reptér kifutópályája nem biztonságos. 2010-ben egy ugyanilyen balesetben csak nem 160-an haltak meg. Egymás után érkeztek szombaton a különböző kormányhivatalok képviselői a kozsikódhelyi baleset helyszínére. A hatóságok végeztek a roncsok átvizsgálásával, a területet beborítják a szerencsétlenül járt repülőgép darabjai. Az Air India Express 1344-es járata 184 utassal és 6 fős személyzettel a fedélzetén érkezett Dubajból a dél-indiai Kerala államba. Az utasok többsége vendégmunkásként dolgozott az Egyesült Arab Emírségekben, de a koronavírus miatt elvesztette munkáját, és az utazási korlátozások miatt eddig nem tudott hazatérni. A beszámolók szerint a Boeing 737-es sokáig körözött a repülőtér felett. Két sikertelen leszállási kísérlet után a pilóták újra megpróbálták a landolást. A repülő azonban nem tudott megállni a leszállópálya végén, és lecsúszott a meredek lejtőn. A földetérés után a kerekek megcsúsztak, a bal oldalon láttam egy meredek lejtőt. A biztonsági öveink be voltak kapcsolva, a kezünkkel próbáltuk védeni magunkat. A gép elindult a lejtőn, és darabokra tört, idézte fel a történteket egy túlélő. A domboldal alján a gép törzse ketté tört, a járműóra összeroncsolódott. A repülő elején ülők közül többen a helyszínen életüket vesztették. Köztük a kapitány is, aki a vizsgálat szerint sokkal nagyobb tragédiát akadályozott meg azzal, hogy időben leállította a hajtóműveket, így nem gyulladt ki a roncs. A mentők több mint 120 sérültet szállította a kórházba, 200-nyi embert válságos állapotban. Szombaton a roncsok között a hatóságok megtalálták mindkét fekete dobozt, a fedélzeti hangrögzítő és a repülési adatokat összesítő szerkezetet is. A vizsgálat most elsősorban arra a kérdésre keresi a választ, miért futott le a pályáról a repülőgép. A feltételezések szerint a szakadó monszun eső is közrejátszott. A polgári repülésért felelős miniszter ugyanakkor óva intett az elhamarkodott következtetésektől. A vizsgálathoz szükséges összes adat ott van a fekete dobozokban. Biztos vagyok benne, hogy minden tényezőt hamarosan megismerünk. A cél az, hogy teljesen megértsük az esetet, hogy soha ne következhessen be hasonló tragédia, mondta a miniszter. Az már az első nyilatkozatok alapján valószínűsíthető, hogy a balesethez hozzájárult a repülőtér szokatlan kiépítése. A szintkülönbségek miatt ugyanis a kifutópálya egy emelvényen 10 méterrel a környező területek szintje fölött halad. A polgári repülési hatóság már tavaly júliusban jelezte a reptér üzemeltetőinek a kritikus biztonsági hiányosságokat. Indiai sajtóértesülés szerint azonban a szaktárca repülésbiztonsági bizottságának szakértője már 9 évvel ezelőtt figyelmeztetett a megemelt kifutópályát alkalmazó repülőterek veszélyeire. A jelentés azt követően készült, hogy 2010 májusában túlfutott a leszállópályán és kigyulladt egy gép a délnyugat-indiai Mangaluru repülőterén. A tragédiában 158-an vesztették életüket. A vizsgálati anyag készítője szombaton az egyik legnagyobb indiai napilapnak azt mondta, mivel a veszélyek régóta ismertek, a mostani szerencsétlenség felelőseit emberölés miatt kellene bíróság elé állítani.